Sziasztok! Pacsi mindenkinek, én Danubia vagyok, és a mai videóban szeretnék kicsit teóriázgatni, amiben talán megtudhattok egy-két érdekességet Lynxről, valamint a Miao családról. Azt azonban tudnotok kell, hogy ezek a teóriák a fanoktól, illetve tőlem származnak, mivel az Epic elég kevés dolgot közöl a skinekről. Lynx egy Legendary skin a Season 7-es Battle Pass-ban volt elérhető, ami 2018. december 6-án vált elérhetővé, és egészen 2019. február 27-ig lehetett megszerezni. Tier 1-esen megkaptad az alapkinézetét, és hogy fejlődtél a tierekben, lehetőséged volt megszerezni a különböző kinézeteit, végül pedig különböző számú heti küldetések után lehetőséged volt különböző színekben megszerezni Lynxet. Save the World hasonmás a Lynx Cassandra, ezért szerintem a vezeték neve Cassandra. Lynx egy ember, aki rendelkezik macska DNS-sel, és ezért lehet mind emberi, mind macska kinézete, amit tud váltani, szóval ő a Fortnite macska nője. Korát tekintve 18-24-nek satszolják a fanok, bár találtam olyan infókat is, ahol 16 éves, de szerintem annyira nem lehet fiatal. Season 7-ben volt az Arctic Force, ugye a trailer, illetve az infók szerint ugye az Arctic Force-nak segített, és a Frosty flightban állomásozott. Ha játszottatok a Season 7-ben, akkor biztosan láthattátok. Chapter 2 Season 2-es Nexus War trailerében is megjelenik, Tor és Jones oldalán, szóval úgy néz ki, hogy ügynökként jelent meg most itt. Úgy néz ki, régebb óta ismerik egymást Midasszal, és mondhatni, Midas nagyon megbízott benne, hiszen elmondta neki a tervét, és Lynx belement, hogy Midas tesztelje rajta, szóval arannyá változtatta Lynxet, és ezért láthatjuk Midas szobájában az aranyszobrot Lynxről. Továbbá készített egy új hasonmást Lynxből, és így jelent meg Vix. A The Device Event alatt ott volt az íróasztalon Lynx dossziéja a fényképével. Tehát a kísérlet biztosan sikerült, amit szeretett volna elérni Midas, de a kérdés az, hogy honnan ismeri egymást Lynx és Midas. És szerintem Lynx által ismerte meg Midas Jones-it is, ahogy a Device Event trailerében is láthattuk. Azt gondolják a fanok, hogy Kit anyja Lynx, mert mikor odament a Kit NPC-hez egy játékos Lynx skinnel, akkor Kit dorombolt. Kit loading screenjén, ahol építi meg a saját robot testét, ott látható Lynx arca is. Ezért is lehet, hogy az anyja, mert macska létére mennyire intelligens, hogy már kölyök korában összeépíti magának a kis robot ruháját. Nyilván ez annak köszönhető, hogy benne található az emberi DNS, ugye Lynxből. Azt tudjuk, hogy Mia Masul Kitnek az apja, ezáltal lehetett valami szerelmi kapcsolat Mia Masul és Lynx között. Ez abból is látható, hogy Mia Masul karján van egy szív alakú tetoválás, amiben bele van írva, hogy Lynx. Szóval ez egyértelműen mutatja, hogy Mia Masul gyengéd érzelmeket táplál Lynx irányába. Annyit, hogy a későbbiekben megjelent Ali, aki egyébként Lynx testvére, és ez ki is derült a Fortnite Twitter oldalán. Ezek lettek volna az én elméleteim, infóim Lynxről, remélem, hogy tetszett nektek, és ha van bármi teóriátok, amit esetleg kihagytam, vagy plusz infótok, észrevételetek Lynxről, akkor a komment részre írjátok be, szívesen elolvasom. Köszönöm, hogy itt voltatok! Vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb. Sziasztok, pacsi!